Dicsértessék a Jézus Krisztus! A nevem Balla Imre, Marosvásárhelyen vagyok, segédlelkész is egyben, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceumnak az iskola lelkésze. A megtérés kapcsán sok gondolat felmerülhet bennünk. Bennem a legintenzívebb és a legélesebb éppen a Zsoltárok könyvének az 50. Zsoltára. Az egyház hagyományában az 50. Zsoltárt minden pénteken a reggeli dicséretben imádkozzuk el, és a Zsoltárnak a szavai, az egyes versei időről időre számomra a megtérésnek, az igazi megfordulásnak a lehetőségét kínálják fel. Ezért szeretném ezt a Zsoltárt felolvasni, és néhány gondolatot hozzáfűzni. Könyörülj rajtam, Istenem, szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, gonoszságomat töröld le rólam. Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem. Gonoszságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül csak ellened vétkeztem, ami színed előtt gonosz, olyat tettem. Te fedhetetlen vagy döntésedben, és igazságos, amikor ítélsz. Íme én bűnben születtem, anyám már vétekben fogant engem. Te pedig a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait. Hincs meg, izsóppal is tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek, mint a hó. Add, hogy vidámságot és örömet halljak. Hadd örvendezzenek megtört csontjaim. Fordítsd el bűneimtől arcodat, és töröld el minden vétkem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém. Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond meg tőlem. Add meg újra az üdvösség örömét, a készséges lelkületet erősíts bennem. A vétkeseknek megmutatom utadat, és a bűnösök hozzád térnek. Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem! Igazságosságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam, hiszen te a véres áldozatot nem kedveled, s ha égő áldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. Isten előtt kedves áldozata megtört lélek. Te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet. Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal, építs fel újra Jeruzsálem falait. Akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd, és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak. Ennek a Zsoltárnak a hangulata és a szavai egyöntetően Istenre irányítják a figyelmet. És ami megérinti az ember szívét, ahogyan Isten szorgoskodik, töri magát, hogy a bűnökkel terhelt embert megszabadítsa, hogy engem megmentsen. Sokkal nagyobb Istennek az aktivitása, a működése, a töredelme, mint a bűnösnek a megmozdulása. És lám, mi azt gondoljuk, hogy a megtérés, a megújulás az rajtunk áll. Isten az, aki dolgozik rajtunk, mint fazekas a cserépen. Milyen jó kimondani Isten felé,
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Új és erős lelket önts belém. A régi szívem, a régi erőm megromlott. De ha újat kapok tőled, akkor ismét. Az életem jó irányt vesz. Istenem, új lelket önts belém, a Szentléleknek a működését. És akkor mindaz, ami a bűnből fakadó, az hátam mögött marad. Ha te megmosol bűneimtől, ha te megtisztítasz, akkor én egészen tisztává leszek. Akkor el tudom fogadni magam is, el tudom fogadni a saját valómat, lényemet. Add meg újra az üdvösség örömét, a készséges lelkületet erősíts bennem. Az üdvösség öröme biztos jel arról, hogy a megtérés útján járok. Ha örülni tudok annak, hogy Isten kegyelmes hozzám, mert én látom a saját bűnösségemet, tisztában vagyok, hogy ki vagyok magammal, akkor örülni tudok annak, ahogyan Isten megment. Ments meg, Istenem, nyisd meg ajkamat, és vezess a te boldog országodba. Te, aki számára a megtört lélek az kedvesebb, mint egyéb égő vagy másfajta áldozat. Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek. Te nem veted meg a töredelmes szívet. Én azt tudom javasolni magam számára is, és a kedves testvérek számára is, hogy vegyük elő a Zsoltárok könyvének ezt a gyöngyszemét, az 50. bűnbánati Zsoltárt, hogy a megtérésnek a kegyelme felfakadjon bennünk, hogy igazán sírni tudjunk bűnösségünk fölött, és örülni a megváltás ajándékába. Hozza el nekünk az áldott Isten a megtérésből fakadó békét és örömet. Amen.